Ilyen karácsonyfadíszeket készíthettek a Bezerédi Általános Iskola másodikas diákjai a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett ünnepváró foglalkozáson, amelynek már sok éves hagyománya van. Ez a rendezvénysorozat arra jó, hogy némi betekintést kapjanak a gyerekek a hagyományokból, főleg ugye a nagyobb ünnepeken tudjuk csak ezt, így karácsony, meg a húsvéti előkészületeink, hogy legalább valamit át tudjunk adni a hagyományokból. Ilyenkor németül felelevenítjük a fogalmakat, szokásokat karácsonnyal kapcsolatban. Nem marad el egy karácsonyi ének megtanulása, és jó kedvel, vidámmal elkészül egy karácsonyi meglepetés ajándék is. Racskó Steffi, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök helyettese arról beszélt, hogy a programsorozat első állomásán a Rákóczi iskola diákjai rendhagyó helyszínen foglalatoskodtak. A tegnapi napon süteményt sütöttünk a gyerekekkel, ezt nagyon élvezték, de ott már csak 7 gyerek volt sajnos, és így elfértek nálunk a konyhában, és még olyan gyerek is, aki egyébként kicsit rendetlen az iskolai órák alatt, olyan szépen csináltas, és csupa fiú volt, és olyan érdekes volt, és a tanárnő is meglepődött, hogy mennyire lekötötte őket ez a karácsonyi sütemény készítés. A bezerédis diákok is örömmel készültek a karácsonyra a klubhelyiségben. Itt a Német Önkormányzatnál csinálunk fenyőfadíszt, ővészépapír gurigából, meg papírból. Ide hoztuk a ollót, ceruzát, ragasztót és a vonalzót, meg a dobozt, de a többit azt itt kaptuk. Tanulunk egy éneket, már itt, itt elmondta a néni, hogy itt eljátszotta, és mi már tanulgattuk, de még nem tudjuk. Másnap a Deák iskola német nemzetiségi nyelvet tanuló diákjai vendégeskedtek az önkormányzatnál.